Nyíregyházi Televízió híradója 2023. november 28-án este 7 órától. Kezdünk! Szupermenza. Megújult a konyha és az étterem a Kodály iskolában. Adventi lakástüzek. Az ünnepi időszakban fokozott figyelemre van szükség. Adomány. A Nyírtávhő dolgozói csatlakoztak a Család és Gyermekjóléti Központ kezdeményezéséhez. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Nyíregyházán a közétkeztetési feladatokat a Civis Hungest Kft. És az Elemen Zrt. Látja el. A társaságokkal 2020. szeptemberében kötött szerződést az önkormányzat egy több évre szóló konyha felújítás fejlesztési programra. Az Elkiskola után a Kodályban adták át a szupermenzát. Jövő tavasszal újabb 4 iskolában korszerűsítik az éttermet és az étkezést közel 600 millió forintos beruházás révén. Országos lefedettséggel 800 tálalási ponttal vesz részt a gyermek és diák étkeztetésben a Hungest. Ezentúl szociális és vállalati feladatokat is ellátnak. Filozófiája és dietetikusa is van a cégnek, de ezentúl egy rakás jogszabályi hivatkozás és előírás is, amelynek meg kell felelni. Egészséges és finom kell legyen a menza, de alkalmazkodnia kell a magyar ízléshez is nap mint nap. Közös fejlesztés, általában a Hungest cégcsoport sok 10 millió forintot, 100 milliós nagyságrendben vállalja ezeket a költségeket, és a szupermenza filozófiánknak a lényege is az, hogy ne csak a belvecs, de a külcsíny is működjön, hiszen egy ilyen étkezési környezetben a gyermekeknek is lényegesen vidámabb az elfogyasztott étel, ezért hívtuk életre már 2015-ben ezt a projektet. Itt egészségesebb táplálékok is készíthetők, hiszen olyan konyha technológiai berendezések vannak, amik gyorsabban, hamarabb tudják elérni a kívánt hatást, ezáltal a beltartalmi értéke is az összetevőknek jobban megmarad. A fenntarthatóságról is beszélt a kommunikációs igazgató, hiszen energiatakarékos eszközökkel újítottak. A fogyasztót persze mindez nem érinti és nem érdekli. Az inkább látványos, hogy fiatalos, vidám és lendületes a környezet. Takarítható, fertőtleníthető és kopásálló a felület. Olyan tablók kerültek az éttermek falára, melyek az alapanyagok összetevőit, biológiai értékét gyűjtik csokorba. Óriási kihívás nem csak a napi menü összeállítása, még inkább az ételallergiás gyerekek kiszolgálása. Ez egy óriási kihívás. Az elmúlt években 9-10-szeresére növekedett a diétát igénylők száma. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel több az ételallergiás vagy ételintoleranciás gyermek, hanem annyival korszerűbbek a szűrési technikák, hogy nagyon gyakran már a testi manifestáció előtt is felbukkannak bizonyos érzékenységek, amit viszont szakorvos igazolása esetén adnia is kötelező. A városi fenntartóknak, tehát az intézményi fenntartóknak jellemzően az önkormányzat az, akinek biztosítania kell, az önkormányzat pedig jellemzően igyekszik úgy szerződést kötni, szolgáltatási szerződést kötni a széles körben az országban bármelyik közétkeztetővel, hogy ezt vállalják. Viszont a kisebbek egyre nehezebben tudják ezt a rengeteg allergiás, ételallergiás, diétás igényt kielégíteni, nagyon nehéz. Külön diétás szakácseszközök és infrastruktúra szükséges a mentes ételek elkészítéséhez, melyhez persze költségesek az alapanyagok. Arról nem beszélve, hogy központi helyről névre szóló dobozokba csomagolva érkeznek az iskolai menzákra a diétás élelmek. Igen, csak összetett kérdés, mely a jövőben is kihívást fog jelenteni. Van EU-s irányelv, amivel kapcsolatban jogharmonizáció történt a menza rendelet kapcsán, mely átvette az EU-ból azt a 14 allergént, melyet kötelezően ki kell szűrni, a szakorvosok javaslata szerint. Sok minden történt, sok pénzből fogalmazott a fejlesztés kapcsán a polgármester. 2020-ban kezdődött, amikor a Hungest elnyerte a közétkeztetési tenderünket, és ott a szolgáltatás mellett volt a szerződésnek egy olyan feltétel mi részünkről, hogy hát 600 millió körül összegben előzetesen felmért konyha felújítás történjen meg. Igen, ám csak ez nem látványos, mert kimegy a konyhára, aki ott dolgozik. Viszont ne maradjon úgy az étterem, az étkezőhely, hogy van, ezért jött a Supermenza program. Ugye tavaly elkészült az Elkbe, most a második a Kodályba, és jövő tavaszi szünet végéig,
ha minden jól megy, 4 iskolába, az Rinyibe, a Kertvárosiba, a Szőlőskertibe, meg a Petőfibe, ugyanilyen, ez egy know-how, ahogy mondták, meg kialakult stílus, elkészül az is, és akkor így 6 nagy iskolánkban lesz már ilyen szupermenza. Azt remélem, folytatta dr. Kovács Ferenc, értékelik a változást mind a gyerekek, mind a pedagógusok, jobb hangulatban zajlanak majd az órák és a tanulás ezekben az iskolákban. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye önkormányzata megrendüléssel tudatja, hogy elhunyt dr. Fazekas János volt megyei főjegyző. Dr. Fazekas János 1949. június 10-én született Nyíregyházán. Az ELTE állam és jogtudományi karán 1972-ben szerzett diplomát. 1990-ben Nyíregyháza megyei jogú város közgyűlése jegyzői munkakörbe nevezte ki. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés 2009. február 26. napjával nevezte ki megyei főjegyzővé, mely tisztséget nyugdíjba vonulásáig 2013. július 15-éig töltötte be. Dr. Fazekas János munkáját nagy szakmai tudással, széleskörű ismeretekkel a jogszabályok szellemében pontosan végezte, munkatársaival való kapcsolatában segítőkész és emberséges volt, megyei főjegyzőként kifejtett tevékenysége az önkormányzat és hivatala mindenkori érdekét szolgálta. Vasárnap gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdődik az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek. Advent idején és karácsonykor megemelkedik a lakástűzek száma, naponta átlagosan 25 otthon gyullad ki ilyenkor. Az évnek ebben az időszakában az emberek többet tartózkodnak otthon, működik a fűtés, emellett gyakrabban főzünk és világítunk. Hamarosan meggyújtjuk az adventi koszorún lévő gyertyákat, különböző fényfűzérekkel díszítjük fel az otthonunkat, ezek pedig tűzvesztélyesek lehetnek. Pár nap múlva meggyújtjuk az adventi gyertyákat, elkezdődik hivatalosan is az adventi időszak, és ezekben a hetekben nagyon sok a lakástűz. Az elmúlt esztendőket is, hogyha nézzük, gyakoriak az ilyen tipikus adventi vagy éppen karácsonyi tüzek. 2022-ben Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében 58 lakástűz keletkezett, ehhez közel 100 tűzoltóautót kellett riasztani. Természetesen voltak olyan lakástűzek az elmúlt évi adventi időszakban, amelyek pár négyzetméteresek voltak, de akadtak olyanok is, amelyek több helyiséget érintettek, esetleg egy-egy ingatlan lakhatatlanná is vált. A következő időszakban arra kell elsősorban figyelnünk, hogy nagyon sokat vagyunk otthon, és a különböző tevékenységeink lehetnek akár tűzveszélyesek is, hiszen többet vagyunk a konyhában, többet fűtünk, vagy akár ugye feldíszítjük az otthonainkat különböző fényfüzérekkel. A fő veszélyforrások közé tartozik az adventi koszorú is. Fontos, hogy olyan koszorút választunk vagy készítsünk, amelynek a gyertyái alatt van egy-egy kis fém alátét, a gyertyák pedig ne égjenek felügyelet nélkül. Az sem mindegy, hova tesszük a koszorút, a közelében ne legyenek éghető tárgyak. Én azt gondolom, hogy az emberi mulasztás és gondatlanság miatt a legtöbb lakástűz azért alakul ki, úgyhogy érdemes odafigyelni és körültekintő lenni ebben az időszakban is. Ha fényfüzérekről van szó, az is nagyon fontos, hogy megfelelő helyről, megfelelő biztonságú fényfüzért használunk. Hogyha az otthonunkat kívülről szeretnénk díszíteni, akkor mindenképpen kültéri díszsort, fényfüzért használjunk. Beltéren pedig figyeljünk arra, hogy ne az legyen, hogy egy konnektort leterhelünk, hiszen azért a hálózatra is oda kell figyelni, illetve a fényfüzért is úgy helyezzük el, hogy annak a drótja, annak a sora semmiképpen se sérüljön, hiszen akár ebből is alakulhat ki kisebb-nagyobb tűz a lakásunkban. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a fenyőfa a fűtött lakásban hamar kiszárad, ezért nagyon könnyen meggyullad és gyorsan ég. Éppen ezért ne gyújtsunk a fán gyertyát és csillagszórót. A karácsonyfát ne tegyük a fűtőtest közelébe, a legjobb, ha egy méteren belül semmi nincs. A megfelelő odafigyelés mellett elkerülhetők a lakástüzek az ünnepi időszakban is.
Ismét integet a Mikulás a búzatéri piaccsarnok tetején. A Nyír VV Nonprofit Kft. Munkatársai hétfőn daru segítségével helyezték ki a másfél mázsás óriás figurát, mely Nyíregyháza jelképévé vált az elmúlt évtizedekben. A hagyományoknak megfelelően egészen vízkeresztig integet az épület tetejéről. A Nyírtáfű Kft. A hagyományokhoz hűen idén is csatlakozott a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ adománygyűjtő kezdeményezéséhez. A dolgozók által összegyűjtött ruha és tartós élelmiszer felajánlás a központon keresztül a rászoruló családok megsegítését szolgálja. Már hagyomány, hogy a Nyírtáfű Kft. Az együttműködés és támogatás jegyében csatlakozik a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ adománygyűjtő kezdeményezéséhez. A tartós élelmiszer és ruha felajánlást a vállalat dolgozói és természetjáró egyesületének tagjai hetek óta gyűjtötték. Az akció célja a családsegítő központ támogatása és a rászoruló családok segítése volt. Fontos számunkra, hogy tényleg a szeretet ünnepén tudjunk csatlakozni ehhez a kis adománygyűjtéshez. Elképzelhető, hogy nagyon sok családnak ez lesz az egyedül ajándék a karácsonyfa alatt. Örülünk, hogy tudunk segíteni, és hiszem, hogy vannak még jó emberek, és főleg a Nyírtáfű Kft.-nél. Ez az erőteljes gesztus nem csupán egyszeri jótékonysági kezdeményezés, hanem egy évek óta tartó folyamatos elköteleződés a helyi közösség iránt. A dolgozók által gyűjtött adomány lehetővé teszi, hogy a családsegítő központ több családnak nyújtson segítséget, amire karácsony közeletével még nagyobb szükség van. A nagylelkű felajánlást a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ nevében Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető vette át. Minden évben, mert ezt már elmondhatom, hogy a Nyírtáfű Kft. Hagyományos módon a dolgozók által összegyűjtött nagyszerű és nagylelkű adományokat átadják személyesen a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak. Az én kollégáim pedig igyekeznek személyre szabott ajándékcsomagokat készíteni, és a látókörünkben élő családok számára egy ünnepélyes keretek között átadjuk december 14-én. Az együttműködés egyik legkiemelkedőbb formája, amikor két ilyen szervezet együtt tud dolgozni, és gondolnak egymás munkájára, egymás megsegítésére. Fejtette ki véleményét Nagy Szabina, önkormányzati képviselő, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért közhasznú egyesület elnöke. Az adomány átadáson jelenlévő képviselő kiemelte, az adománygyűjtés, a segítés, az egymásra való odafigyelés fontos üzenet lehet mindenki számára. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan üzenet fogalmazódjon meg az emberekben, hogy a segítségnyújtás az mindig nagyon-nagyon fontos, de természetesen ez a karácsonyi adventi időszak az egyik, amikor sokszor olyan embereknek is eszébe jut a segítségnyújtás, akik egész évben nem tudnak, vagy nincsen lehetőségük arra, hogy adományt adjanak, vagy adományt gyűjtsenek, és az önkéntességünket így is ki tudjuk fejezni, hogyha ilyenkor egy picit körülnézünk otthon, a háztartásban, a szeretteink körében, és megpróbáljuk azokat a tárgyakat, lehetőségeket összegyűjteni, amellyel másnak az arcára mosolyt tudunk csalni. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ egész évben várja és fogadja a felajánlásokat. Ha valaki tartós élelmiszer vagy ruhaadománnyal kívánja támogatni a központot, vagy bármilyen más felajánlást szeretne tenni, azt nyitvatartási időben személyesen is megteheti a Család és Gyermekjóléti Központ május 1 tér alatti telephelyén. Build to Give, azaz építs, hogy adj, ezzel a névvel indult 2017-ben egy LEGO jótékonysági akció. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Három autó karambolozott hétfő délután a Kálói úton Nyíriesnél. Egy jármű le akart fordulni a főútról, amit a mögött érkező kocsi későn észlelt. Belehajtott az autóba, amit a szemközti sávba átlökött, ott pedig egy szintén szabályosan közlekedő autóval frontálisan ütközött. A szemben érkező autó ráadásul fel is borult. A balesetben ketten sérültek meg, őket a mentőkórházba szállították. Négy autó is karambolozott hétfőn a Kálói úton. Egy az Enta utcáról a Nagyvárad utca felé közlekedő kis haszonjármű vélhetőleg nem adott elsőbséget, így alakult ki a baleset. A négyes karambolban egy sofőr megsérült, őt kórházba szállították. A rendőrség eljárást indított elsőbségadás elmulasztása miatt.
Járási közbiztonsági értekezletet tartott a megyei rendőrfőkapitány a Nyíregyházi rendőrkapitányságon. A résztvevők közbiztonsággal kapcsolatos beszámolókat hallgathattak meg. A rendőrség megköszönte a társszervek munkáját és a polgárőrök tevékenységét. Megszűnt a forgalom és sebességkorlátozás a 36-os főúton, a Bethlen Gábor utcán és a Tiszavasvári felüljárón. A megerősített hídszerkezetet rövidesen, hivatalosan is átadják a forgalomnak. Biltu Giv, azaz építs, hogy adj. Ezzel a névvel indult 2017-ben egy LEGO jótékonysági akció. A program során a vállalat egy LEGO készletet adományoz rászoruló gyermekeknek minden olyan ajándékért cserébe, amelyet LEGO kockákból építettek és megosztottak a közösségi médiában a Biltu Giv hashtaggel. A Túróci Zoltán evangélikus iskola rendszeresen bekapcsolódik a LEGO csoport által hirdetett projektekbe, a jótékonyság különösen fontos feladatuknak tartják. Legózással indult a gyerekek kedd délelőttje a Túróci Zoltán evangélikus iskolában. A foglalkozáson szívet ábrázoló legóképeket és kulcstartókat készítettek. Azért szeretek legózni, mert boldogsággal tölt el, hogy tudok építeni úgy, hogy a képzelőerőmmel találom ki, hogy én mit is szeretnék építeni. Sorra gyűltek a kis és nagy képek, valamint a kulcstartók. Ez volt a cél, ugyanis minél több kép készül, ami megjelenik a közösségi médián a Biltu Giv hashtaggel, a LEGO annyi rászoruló gyermeknek juttat el ajándékcsomagot. A világon sokan csatlakoztak ehhez a projekthez, mely 2017-ben indult. A Túróciban egyházi iskolaként fontosnak tartják a jótékonyságot, a LEGO-val évek óta tart a szoros kapcsolat. Az alapanyagot mindig a LEGO gyártól kapjuk. A projekt keretében megkapjuk az építéshez szükséges összes alapanyagot, amelyből aztán a gyerekek tevékenykedhetnek. A mai nap reggel kezdtük el a feladatot, természetesen megnéztük először azt a kis videót, amely ennek a világméretű projektnek az összefoglalása, illetve felhívó reklámja. Ezt követően kezdték el a gyerekek a munkát, kezdték el tervezni a különböző színű méretű szívecskéket, amelyel ők is hozzá szeretnének járulni a gyerekek megajándékozásához. Az építés családias légkörben zajlott. A gyerekek annyi szint és építőanyagot használhattak, amennyit a képzeletük engedett. A képeket és a kulcstartókat november 30-áig fejezik be, remélve, hogy számos rászoruló gyermeknek szerezhetnek örömet az ünnepek előtt. Bravúros győzelmet aratott az A Stúdió futsal Nyíregyháza az NB1-ben. A mieink a Veszprémet verték 6-4-re, és ezzel már dobogós helyen állnak a bajnokságban. A bajnokság élmezőnyéhez tartozó Veszprémet fogadta az A Stúdió futsal Nyíregyháza, bár a mieink kezdtek jobban, a helyzetek kimaradtak, a vendégek viszont vezetést szereztek, Maneka gyorsan egyenlített, majd egy perccel később Gregory egy bomba góllal már a stúdiót juttatta előnyhöz. Jött az újabb fordulat, Everton egy percen belül kétszer is betalált Veszprémi részről, ám öreg Laki Norbertnek sem kellett sok a két gólhoz, mindössze két perc, így a szünetben a Nyíregyháza vezetett. Fordulás után Friedrich egyenlített, de jött Gregory, majd a meccs legvégén Dávid Richard, így a stúdió 6-4-re győzött, és már dobogós helyen áll az NB1-ben. Olyan meccsre számítottunk, amilyet kaptunk utólag is. Nagyon kemény harcias mérkőzés volt. Igazi csapatmunka volt, gratulálok mindenkinek egyesével. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Nem szabad megelégednünk, még van 2 mérkőzésünk ebbe az évbe. És akkor, hogyha azt 2 mérkőzést is megnyerünk, akkor nagyon jó pozícióból várhatjuk a folytatást. Nagyon sokat tettünk azért, hogy a 5-4-nél mi rúgjuk a következő gólt, és így el is dőlt, igaz, a 40. percbe rúgtuk, de azt meg kellett rúgni ahhoz, hogy tényleg bebiztosítjuk a 3 pontot. Kavarognak még bennem a meccsképek. Rúgtunk szép gólokat, kaptunk nagyon szép gólokat, koncentrációs hibákból, nem is értem hibákból, mert mindent megbeszéltünk, és egyszerűen ilyenkor picit tehetetlen vagyok, amikor azokból kapunk gólt, amit tegnap 11 óra körül megbeszéltünk, de fél időben rendeztük a sorokat, ott már mindenkinek beugrott, hogy mit is kellene, és a másik fél időben már egy jobb védekezést produkáltunk. A csapat legközelebb a jövő héten hétfőn a Deac ellen lép pályára hazai környezetben. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden.
Nyíregyházának közétkeztetési feladatokat a Civis Hungász Kft. És az Elemen Zrt. Látja el. A társaságokkal 2020. szeptemberében kötött szerződést az önkormányzat egy több évre szóló konyha felújítási fejlesztési programra. Az elkiskola után a Kodályban adták át a szupermenzát. Jövő tavasszal újabb 4 iskolában korszerűsítik az éttermet és az étkezést közel 600 millió forintos beruházás révén. Vasárnap gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdődik az ünnepi készülődés a várakozás időszaka. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek. A Nyírtávhő Kft. A hagyományokhoz hűen idén is csatlakozott a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ adománygyűjtő kezdeményezéséhez. A dolgozók által összegyűjtött ruha és tartós élelmiszer felajánlás a központon keresztül a rászoruló családok megsegítését szolgálja. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!